kellemes tavaszi időben a sóstói parkerdőben dolgoznak a közfoglalkoztatottak. A sóstói útmenti területen a sportpályát és környékét teszik rendbe. Február végén fejeződött be a Nyírerdő Erdészeti ZRT egyéves közfoglalkoztatási programja, amelyben átlagosan 773 főt foglalkoztattak. Márciusban pedig elindult az újabb program. 2017. február 28-áig az észak-kelet-magyarországi állami tulajdonú erdőkben átlagban 780 embernek adnak munkát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 27 településről kerülnek ki a napi 8 órában dolgozó közfoglalkoztatottak. A program költségvetése meghaladja az 1 milliárd 50 millió forintot. A forrás egésze a belügyminisztérium támogatásából származik, amelyet bérekre és járulékokra, munka- és védőruhára, munkába járásra, munkásszállításra, munkaalkalmassági vizsgálatra, szervezési költségekre, valamint a program szempontjából nélkülözhetetlen tárgyi eszközök beszerzésére használnak fel. A közfoglalkoztatottak vágástakarításokban dolgoznak, részt vesznek a kárt szenvedett erdőterületek rehabilitációjában, kiirtják az allergén gyomnövényeket, közjóléti eszközöket helyeznek ki és újítanak fel, és elvégzik az erdészeti sétautak, turistautak, tanösvények karbantartását. Sétautakat teszünk rendben, kihelyezett szalonnasütőket igazítunk meg, padokat, asztalokat festünk le, sportpályát tartunk karban, itt a kapukat festjük. Ugye a parkerdőben nagyon-nagyon sok járókelő, sétáló, sportoló van nap mint nap. Különös veszélyt jelentenek a száraz ágak, amiket rendszeresen el kell távolítanunk. Hát ugye mindig elmondjuk, bármilyen szép rendezett egy parkerdőn mindig van kommunális hulladék, ezt rendszeresen össze kell szedni, el kell távolítani a területről. A szalonnasütőkhöz még az is belefér a munkánk során, hogy tűzifát helyezünk ki, azért, hogy ne az erdőből hozzanak esetleg a szalonnasütőből tűzifát az emberek. A programhoz oktatás is kapcsolódik, a képzésen 30 betanított parkgondozó vesz részt.